Vas Albert, erdélyi magyar író és költő, közel fél évszázadot élt Floridában, ahol szoros kapcsolatot tartott fenn az amerikai magyarsággal. Olvasói, barátai több amerikai városban állítottak emlékművet tiszteletére. A floridai magyarok ma is zarándokutakon látogatják egykori lakóhelyét, és dokumentumfilmek őrzik az író emlékét. Vas Albert az 50-es évek elején költözött Floridába, és attól kezdve itt élt ebbe a floridai őserdőbe. Rengeteg ismerőse volt, de alapvetően egy írói remete életformát élt. Két vagy három alkalommal mentem le hozzá Astorba forgatni és beszélgetni, és egyfajta barátság alakult ki közöttünk, ha ilyet lehet mondani, hiszen hogy Albert bátyám hozzam, ő még fiamozott. Az író halálának 24. évfordulóján Floridában a Venice-i Magyar Házban avattak emléktáblát. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A résztvevőket Koródi Mária, a Panoráma Világklub floridai társklubjának elnöke, a rendezvény házigazdája üdvözölte. Szalai Róbert bemutatta Vas Albertről készített dokumentumfilmjét. Felolvasták Vas Albert Venice-i és szaraszótai magyarokhoz írt levelét, valamint a Magyar Ház egyik alapító tagja, az esemény szponzora Bánkuti Ilona üzenetét, aki férjével Bánkuti Gézával a 90-es évektől kezdve segítette az író műveinek és életének megismertetését. Vas Albert itt élt nem messze Venice-től, Astorba, és nagyon tartotta a kapcsolatot a Venice-i és a Miami Magyar Házzal. Mi úgy kerültünk ide, hogy ez közel esik Dylanhez, ahol az első állásomat kaptam. És én erdőben akarok lenni. Az Ocala National Forest, ez 425 ezer hold. Lakatlan terület, erdő. Én itt valóban egy második otthonra találtam. Kevés magyar közösség mondhatja el, hogy nem csak olvassa Vas Albert műveit, hanem személyesen is ismertük. Többször is megfordult közöttünk, szép emlékeket őrzünk róla, tartotta velünk a kapcsolatot. Emlékszem azokra az évekre, amikor Gézával együtt először találkoztunk Vas Alberttel. Szomorúan láttuk, hogy ez a nagyszerű ember és kiváló író mennyire nehezen viseli szülőföldje, hogy hazája nem ismeri el, és nem becsüli eléggé munkásságát, sőt megbélyegzi. Rögtön elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez mérten minden megteszünk, hogy neve és művei a magyar irodalomban az őt megillető méltó helyre kerüljön, a legjobbak közé. Ha az író szemtanúja valaminek, az előbb-utóbb kijön belőle. És ez nagyon fontos most. Az író kötelessége az, hogy írjon, és hogy azt írja, amit ő úgy ismer, hogy ez az igazság. Akkor emlékezünk méltóképpen korunk egyik legnagyobb írójára, ha életművére emlékezzünk, követjük tanácsait, megérzéseit, melyekkel hazaszeretetre tanít minket, az ő szavaival élve, együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Egyszerre csak kilépsz az angyalok tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállasz, és abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek egyenként Lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket az ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet. Erdélynek a nagy baj az, hogy gazdag. Mindenkinek kell. Kellenek a bányák, a természeti kincsek, a természeti szépségek, még az erdők is kellenek, a fa. Csak mi erdélyek nem kellünk senkinek. Népem, fajtám, vérem, fájdalma bennem ég, szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét.
agybékés aratás sok vérvetés nyomán nyugodjék meg kezed, gond verte otthonán. S ha áldásod e földön elért kicsint nagyot, jussak eszedbe én is, ki bújdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nékem egy kis csöndes menedéket. Csak akkora legyen, hogy elférjek benne én és a béke. Nézzen az ablakom, patakra, fára, rétre. Kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Arra kérek mindenkit, hogy szavazzanak, és ne úgy szavazzanak, mint nép, hanem mint nemzet, mint egy büszke magyar nemzet, aki voltunk és vagyunk még mindig. Szaraszóta és környékén élő magyarok, büszke vagyok rátok. Nem csak megtettétek a magatokét, de példát mutattatok. Példát, amiből valamennyien tanulhatunk. Megteremtettétek idegen földön a magyar hazát. Nem csak a magyar házat, de új magyar hazát. A haza fogalmának minden értékével és árnyalatával. Mert a haza nem csupán egy földrajzi egység, egy környezet, ahol emberré nőttünk. A haza sokkal több ennél. A haza egy lélekből fakadt, lélekből élő eszme, mely magában foglalja mindazt, ami szép, igaz, Istentől való életformája a békességes embereknek. Ez a hazátok ma. Élő darabja és szerves része annak az egyetemes magyar hazának, mely a magyar szó zenéjében él, bennetek él, és él szerte a világon mindenütt, ahol magyar dobog, ahol magyarul dobognak a szívek, és a magyar zenétől könnyesedik a szem. És ez a darabokban épülő, darabokban létező egyetemes nagy magyar haza, melynek egy jelentős darabja ma ez a szaraszoltai magyar ház, előbb-utóbb átjul a kontinensek fölött, élethez segíti azt a sokat szenvedett magyar hazát, melynek mindannyian fiai vagyunk. Ennek a beteljesedő bizonyos reménynek a hangulatával büszkén köszöntelek benneteket szaraszolta környéki magyarok, és üzenem nektek, ha lassan is, de érik az idő, mikor a gonosz múlt fellegeit elfújja a történelem szele, és a szaraszoltai kis magyar haza megünnepelheti a nagy magyar hazának újjászületését. Szaraszoltai magyarok, legyen veletek az Úristen továbbra is. Hát én azt kívánom, hogy ezeket a szívből jövő profétai szavakat vegyük magunkra, vegyük komolyan, vegyük a szívünkre, mert most is nagy tét forog kockán, hogy tovább éljen nemzetünk a keresztény hitben, abban a hagyományokban, amelyeket szentül meg szeretnénk tartani. Most azt ünnepeljük, hogy ez a kirekesztett, agyonhallgatott író a nemzeti írók panteonjába belépett, és ma a legolvasottabbak a művei, nagyon népszerűek a versei, most már tananyag az iskolában is, és filmek és színházi előadások is népszerűsítik az ő gondolatait. Azt is ünnepelhetjük, hogy vannak még magyarok itt Amerikában, és ez Venice környékén magyarokra is áll, hogy ismerjük és meg akarjuk ismerni jobban az ő kincseit, ezt a hitet, hazaszeretetet, győzelemtudatot, amivel a mi saját önbecsülésünket is növelhetjük, hiszen ez a megtartó erő, az életünknek az a megtartó ereje, amit ő sugároz nekünk. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, várjatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért. Nemzetemet dúlta már tatár, harácsolt a török, uralkodott fölötte osztrák, lopta olá, rabolta cseh. Minden szomszédja irigyelte mégis, mert keserű sorsa istenfélő nemzetté kovácsolta. Becsület, tisztesség, ember szeretet példaképe volt egy céda Európa közepén. Mivé lett most? Koldussá vált, felszabadult honában, züllött idegen eszmék napszámosa, megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözve árulja magát,
minden utcasarkon, dollárért, frankért, márkáért, amit idegen gazdái odalöknek neki. Hát magyar földön nem maradt már magyar? Kirázba szedné ez ősi portán tobzódó sok száz idegent? Ébredj magyar! Termőfölded másoknak terem, gonosz irányba sodor ez a megveszekedett új történelem. A hazaszeretet, az, hogy gondolunk vissza azokra a telkekre, azokra az erdőkre, azokra a mezőkre, ahol gyermekkorunkat töltöttük, és ugyanakkor hálát adunk Istennek azért, hogy van egy magyar házunk ebben az új világban, ahol nem is csak mint barátok, hanem mint Isten gyermekei együtt lehetünk. Elmentek már a madarak, a fecskék, csak mi maradtunk itt, én és az bőz. Szép álmomat lelkemből kilesték, csapongó vágyaim, hogy visszajössz. A felavatott dombormű Kis János szobrászművész alkotása. Sűvölt, és halál bujong a berge. A hímolásban felmerülve állnak, és fáj az ősz, a bánatom a lelkem. Minden embernek az életében vannak olyan találkozási pontok, amelyek meghatározóak az élet további részére. Hát Albert bátyámmal való találkozásom nekem ilyen volt. És az az életszemlélet, az a fantasztikus világlátás, az a fantasztikus humanizmus, ami belőle áradt, ez átragadt rám, és azt hiszem egész életemben meghatározza a gondolkodásmódomat, a nemzethez való hozzáállásomat, attól függetlenül, hogy hol élsz a világon magyarként, Ausztráliában, Amerikában, Dél-Afrikában, az, hogy magyarnak maradsz, az egyedül tőled függ, a lelkedtől függ, hogy mennyire maradsz majd magyarnak. Ezt tanultam tőle. Szív álmomat lelkemből kilesték, csapongó vágyaim, hogy visszajössz. Csapongó vágyaim, hogy visszajössz.